otthon nem volt. Volt egy fele nagyvilág, benne voltam én, és sok mindenki más. Ültem egy padon, Kossuth szobor előttem, és a poénokat mindig előre lelőttem. Volt, hogy siker volt, volt, hogy lebőgtem, vagy mindenem magam elbőgtem. Itt ülök, fejem fölött, madárcsi csergés hallható, előttem egy lámpatest, melyben nincs égő, ide a fához kötve valami drót, zsinorszerűség van rakva, nem vicc, tehát ott van Kossuth, meg amit tudom én micsoda, tehát hogy ott van Kossuth, ott. Ő ott Kossuth. Kis ott Kossuth, miért nem tudom nektek Kossuthot. Jó? Na. Gyertek. Ott van Kossuth. Kossuth a nemzet hőse. 1848. És a forradalom. Ha tanultál róla, leírod. Ennyi. Minden egyéb megtalálható a történelem könyvben. És ha beírod a Google-ba, hogy Kossuth Lajos, akkor mindent meg fogsz róla tudni. 1848-as forradalom. Pilvax kávéház. És sok-sok nép összegyűlt, hogy valakit kiszabadítsanak a börtönből, aki börtönbe került, akkoriban. Na és az ki volt? De várjatok, tanulmányozzuk a dolgokat. Jöttök velem is megkeresünk, hogy ki volt az, akit börtönbe vetettek. Tudom én is, csak most a neve nem jut eszembe. Tehát, hogy nem. Na mindegy, hát kíváncsiak rá, hogy tudjátok-e ti. Megkeressük, hogy ki volt az. Mindjárt eszembe jut, lehet, hogy jó névhez jövök ide, mert azt hiszem, nem a gróf Batthyány Lajos? Jól tudom, hogy a gróf Batthyány Lajos. De, Batthyány Lajos volt, akit bebörtönöztek, igaz? Lehet, hogy hülyeséget mondok. Ha mégsem igaz, akkor írjátok meg nyugodtan. Ő az. Ott a neve is. Ott van Batthyány. Ő az, nem? Ja, reméletek. Amúgy itt sok szobor van. Tehát végig tudom nektek mutogatni a szobrokat. Tehát, itt van Szemere Bertalan. Vannak itt a hősök, tehát az 1848-as forradalom hőseinek szobrai itt állnak. Hihetetlen magas szoboran. Hát nem voltak ők ilyen nagy darab magas emberek, nehogy ezt gondoljátok, hát azért mégse lettek egetverő paszújok. Tehát ott van, ott a neve is alul valahol. Látjátok? Na, ő itt, Szemere Bertalan. Volt egy videóm, még először. Történelm óra első rész volt a címe. Szóval valahol megtaláljátok itt a Rio Official-ön. Az volt az első videó. Oda írtam valakit Szemere Bertalan, mert akkor nem tudtam, hogy ki az, hogy Szemere. Mert úgy tudom, hogy ő nem volt, ilyen név volt. Mert itt Eszterházy van, meg Klauzár, meg sok mindenki más. Van itt még érdekesség, bocs, hogy sok mindent nem láttok belőlem. De ez van Deák Ferenc, Mészáros, Elek, vagy hogy hívták. Itt is vannak ilyen szobrok, tehát hogy ott vannak a nevek, Mészáros, vagy Deák. Deák. Nem a Deák Vil Gyula, nehogy azt gondold, de úgyis. Eszterházy, Klauzár tér, ugye. Eszterházy, nem tudom micsoda, színház vagy micsoda. Itt is vannak ilyen izék, növek. Ott vannak a neveik, valamennyire látható. És itt vannak a szobrok, tessék, tehát egy... Itt van. Eszterházy és Klauzár. Tehát a kettő közül melyik? Na? Tudod-e, fiam? Tudod-e? Történelem óra.
most itt és most ebben a pillanatban, csak tettek, csak itt és csak most, azért érted? Arra van kityót, kotyút, kotyút Lajos azt üzente, elfogyott a regimentje, amíg egyszer azt üzeni, mindnyájunknak el kell menni. Na 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 na, Eötvös és Széchenyi István, ott van-e? Ne nézzetek, csak úgy támaszkodik ám a karonad meg szétnyitott könyvvel. Gondolkodom, tehát vagyok. Szobor címként. Ugye? Vannak ilyen helyzetek, igaz? Milyen jól néznek ki. Remélem látjátok. Remélhetőleg látjátok őket, ott vannak. Eötvös és Széchenyi István. Na, hát ezek a történelmi emberkék vannak itt. Ez van, hát. Ja, meg még valamit elfelejtettem megmutatni eddig. 1, 2, 3, 4, 5. 5 szobrot mutattam meg. Felsorolva sok-sok név. Hát ja, azért sok minden van. Pilvax kávéház, hajaj. Erre sok minden, ugye. A szózat, a himnusz. Meg a mit tudom én, micsodák. Most nem azért csináltam a videót, hogy történelmi óra legyen, de gondoltam, legyen már valami különlegesség is. És akkor már megéri a videókat gyártani. Na, én meg itten megyek a Árkon bokron át. Jaj, ha itt vagyok én, itt vagyok, szavaztok. Na, ott van hátul az a szoborizé. Várjátok, úgy akarom, hogy lássátok. Na, ott van hátul. Látjátok, ott van hátul az a szobor? Ott. Milyen jól néz ki, nem? Nem, nem. Kicsit közelebb megyünk. Mi van, fia, eltévedték? Azok meg kik? Na, ti kik vagytok? Kik vagytok, mit vagytok? Ott van a szobor. Na, kicsit feljebb döntöm. Remélhetőleg minden jól látszik. Ennyi, meg egy bambi, ez van, meg a végé gombi, meg gomba. Gombaházakban lakunk és mindig vidámak vagyunk. Na 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 na. Nagyon érdekes, hogy egy szép kis szobor van. Ennyi. Hát ilyen dolgok vannak, ilyen történelmi óra, meg egyébek. Na mindegy, aztán majd leírjátok a véleményeteket, ha szeretnétek. Hát, gondoltam, megmutatom itt ezt a kis szoborgyűjteményt. Elég régen rakták már ide. Nem is tudom mikor. Lehet, hogy el kéne menni megnézni, mikor rakták ide. Na gyertek velem, megnézzük, hogy mikor tették ide ezeket a szobrokat. Mit szóltok hozzá, egy kis olvas meg nektek. Várjátok, nem is tudom, merre van valahol, itt van, nem? Várjál. Ez nem az, mert arra meg itt a oldalt a piros káza lenne, de ezt úgy lebontották. Hol lehet az izé? A szobor izé. Várjál, itt kimegyek. Hol kötök ki? Valahol akart lesz így a tegnem. Azon gondolkodtam, hogy izé virágok, meg minden van itt. Izé. Érted? Magamat kéne mutatni, de mutatom a tájat, tehát hogy milyen szép. Ennyi. Milyen izék, kerti növények, meg ilyenek. Rózsák, csak hát az eső miatt. Ritjek, ratyak, ramagy, katyagy, macsagy. Bokor. Bokor. Ennyi minden, jó van. Nem olvasom, mert ott oda jut egy ilyen ember kell iszogatni, úgyhogy nincs olvasás ma. Nem olvasok nektek, mert odaült valaki, úgyhogy pont ott van valahol azt a tábla, úgyhogy jó van, tanulmányozza ő. Meg a boros üveget szorongassa. Annyira bírom azt, mikor lejövök ide egy kicsit tanítani a népet, itt a történelemről beszélek nekik. Aztán mindig valaki közbe szól, jaj, vágjatok el.
Minek mentem olyan messzire, amikor itt van? Mindjárt felolvasom nektek. Várjatok, mert itt van amúgy. Mindjárt olvasom én nektek. De a Kossuthot és az első magyar kormányt ábrázoló szoborcsoportot 1952-ig a parlament előtt állt, vagyis hát parlament előtt állt, alkotója Horvai János, szobrászművész újra felállításában közreműködött. Jó Isten! A Művelődésügyi Minisztérium és Város Tanácsa és a Megyei Urbanisztikai Bizottság 1972-1973-ban helyreállította a Városépítő Egyesület 1998-ban. 98-ban azóta van itt. Ilyen fiatal ez az izé. Legész. Ez hogy? Na, ennyi lett volna. Szevasztok!